te. Ezt föltöltött, várjál, leszedem. Igen, mert le kell szedni, mert különben fizetni kell. Igen. Addig én beköszönök. Sziasztok, én Horváth András vagyok, és itt van mellettem a Volvo EX30 Extended Range hátsókerék hajtással, és itt van velem Teslás Attila barátom is. Hello, sziasztok! Akit azért hívtam, hogy a hatótáv Teslahez legyen egy referencia érték, de nem fogadunk. Azt már most megmondom. Ez van, mikor be van tojva. Viszont jó a szín az autónak. Ugye, azért hoztam ezt a színt, mert hogy a Tesla töltők lássanak ne csak fehér meg fekete autókat, hanem egy színes egyéniséget is. Majd ilyenkor már tavasszal jönnek a madarak, és tudod, ilyen... Nem, a muslincák. Az lesz, az rászáll egy csomó. Igen, azokat fogja, de szerintem rohadt jól néz ki, nem? Jól áll neki. Azért voltak itt teszlások, mi csináltam vágóképeket, nézegették az autót. Jól áll neki. De az van, képzeld el, külföldön is azt vettem észre, hogy elég szomjas, meg most idefele is szomjas volt, úgyhogy hiába van ebben nagyobb akkumulátor, ebben 64, abban 58,9. 59,1. Igen, így is szerintem a Tesla fog nyerni, pedig az egy jóval nagyobb autó. Milyen hatótáv, amit kér az autó? 275. Az azt igen. Neked mennyi? 402. De is kamuzik. Ez mondjuk hazudik. Ez mondja az igazat szerintem, és még lehet, hogy annyit se fogunk elmenni. Ez egy érdekes Tesla, ez sokat nem kell vezessünk remélhetőleg. Ez 0,28 elégánsi együtthatója, 0,25. Ez elvileg kevesebb szelettól, hiszen kisebb a fölött, tehát nézzünk, mennyivel nagyobb igen. autó. Mi a trip? Szerintem M3-as. Meddig? Én hát Miskolcig, te 60-ig. 55%-nál forduljunk, okay. De egyébként a 20-as felnőz nem segít nekem. 245-ös gumi van, 20-as felnőn, neked meg 255. De 19-es felnőn. De mind azon Michelin gumik vannak, igen. Ezen pedig Pirelli Sotto Zero. Meg látom, hogy föl van fújva 4 bárra kb. Hát igen. Igen. Egyébként tényleg. Igen, úgy néz ki, egy lufi. Direkt felfújtam előtte, hogy kicsit úgy... Jó, figyelj, én megnézem az önvezetését az autónak, azt nem tudtam letesztelni, meg így van egy csomó tapasztalatom vele azóta, és igazából megyek mögötted szélárnyékba, hogy legyen bármi esélyem, de szerintem nem. Tehát, hogy nem fogadunk, mert igazából biztosra ugye nem fogadunk, hogyha meg biztosan veszítek, akkor csak hülye lennék fogadni. Úgyhogy csak megyünk, aztán megnézzük. Oké, okay, de a végén kifizeti a kaját, legyen feles. Igazából meghívlak itt egy jó halpatkóra. Oké, okay, ennyi. Na, írjátok be kommentbe, szerintetek ki nyer, de szerintem én. Szuper köztiket, dobjátok. Ja. Sokat. Szuper sokat, like, igen. Sok. Drága lesz a kaja. De legalább ennek az autónak is megtudjuk a hatótávját. Standard Range Model Y. 300. Tényleg? 300. Na jó, nézzük meg akkor. Szerintem induljunk el, és akkor ugyanide érünk vissza. Oké. Okay. Oké, let's go. Go. Ez az, amit nem tudtam kipróbálni külföldön, amikor először tesztvezettem az EX30-ast, hogy autópályás tempónál mennyire zajos vagy nem zajos, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem vészes. Van egy kis súrogás az A-oszloptól, meg innen-onnan, és behallatszódott a kamion, ahogy elmentem mellőle. Lehetne jobb egy kicsit a zajszigetelése itt az üvegeknél az autónak, ami sokkal durvábban hallatszik, most nem halljátok, mert éppen egy nagyon jó minőségű útburkolaton haladok, de hogyha érdesebb az aszfalt, akkor rengeteg kerékzaj be tud szűrődni a jelenlegihez képest, ami azt jelenti, hogy a zajszigetelés a kerekek felől sokkal-sokkal gyengébb, mint mondjuk itt fönn. Szerintem egy 19-es felnivel és egy zajszigetelő szivacsal ellátott gumival sokkal-sokkal csöndesebb lenne az autó, megmutatom nektek. Halljátok? Itt a rosszabb aszfalt, és szerintem a mikroportban is hallatszik, hogy azért beszűrődik a kerékzaj 130-as tempónál, és ha visszajövök a simább aszfaltra, tök jó, hogy van mind a két füle itt egymás mellett, akkor kevesebb a menetzaj. A kormányzás nagyon-nagyon kellemes, most már járok egy ideje az autóval, és rájöttem, hogy mi tetszik annyira az EX30-ban, hogy nagyon-nagyon könnyed a vezetése, minden körülmények között, az autópályán, a városban, kicsi a fordulókör, 10,5 méteres fordulókör, könnyű vele parkolni. Tényleg azt tudom mondani, egy nagyon könnyed és nagyon kellemes, egy ilyen szerethető vezetési élmény. Hát ez az, amit a Volvo nagyon-nagyon tud már nagyon régóta, hogy tud autót építeni,
egy ilyen szempontból például az EX30 az baromi jó, aztán majd a fogyasztás meglátjuk, hogy a Teslahoz képest milyen lesz. Egyébként nem vészes, tehát most ilyen 25 kWh 130-as tempónál, én többre számítottam őszintén szólva, úgyhogy ezzel, hát nem mondom, hogy nyerni fogok, mert meg igazából nem is most tényleg nem a verseny volt a cél, hanem csak akartam egy referencia autót magammal hozni, hogy tudjuk mihez visszanyitani az EX30-nak a fogyasztását. A futómű, ez is egy olyan dolog volt, amit külföldön nagyon-nagyon kellemesnek és jónak éreztem, és csodálatosnak. Hát persze a tökéletes minőségi utakon tényleg baromi jó, viszont a magyarországi nem annyira jó minőségű utakon lehetne egy kicsit puhább. Nyilván ezek a 20-as felnik nem segítenek. A Model Y-hoz nagyon hasonló ez az autó. Ott is egy picit ilyen veselevelős, meg ebben is. Például a BYD Seal, amit nemrég vezettem, az nagyon-nagyon puha volt, bár az is, hát igen, tükörutakon vezettük. Ez egészen máshogy van hangolva. Viszont, hogyha megyünk vele egy szerpentinen, akkor ez meghálálja magát, mert nagyon jól fekszik az úton, nagyon jól tartja magát az autó. És ez a hátsó kerekes verzió, a 272 lóerővel, a 340 Nm-es nyomatékkal, egyszerűen tökéletes, nem kell több, nem kell a négykerekes, 5,3 alatt van 100 az autó, tehát hogy kell lennél több egy ilyen kis városi crossover súgba, nem kell. Én ezt venném, ezt a hátsó kerekes verziót. Az más kérdés, hogy ennek az ára, az Extended Range hátsó kerekesnek, így felszerelve full extrásan, 20,5 millió forint, közben a Tesla meg ugye levitte 3 millió forinttal az autóinak az árát, ami hát most nem tudom milyen pozícióba kényszeríti a Volvo-t, nem tudom, hogy fognak-e árat csökkenteni, valószínűleg nem egyébként, mert így is veszik ezt az autót, mint a cukrot. De az biztos, hogy ha valaki beírja, hogy a Teslát venné meg 17 ér a fapados Teslát, vagy mondjuk egy jobban felszerelt Standard Range Tesla Model Y-t 20,5 millió forint, amennyiben ugyanez kerül, abszolút megérteném. Mert egy tágasabb autó, nagyobb autó, jobban lehet belepakolni, van töltőhálózat hozzá, persze, tökre megértem, viszont én nekem meg ez az autó sokkal-sokkal jobban tetszik, külsőre is, belsőre is, vezetési élményre is, mint például egy Model Y, úgyhogy én biztos, hogy ezt választanám, csak nem a full extrás verziót, hanem a plusz felszereltséget, ugye ez az Ultra, amiben ülök, a plusz felszereltség bőven elég, abban mondjuk nincsen hőszivattyú, ami borzasztóan nagy fekete pont a Volvónak, viszont akkumulátorfűtés, meg hűtés az van mindegyik modellben, tehát az alapban, a pluszban és az Ultrában is, ettől függetlenül jó lenne, hogyha opcionálisan meg lehetne vásárolni bele a hőszivattyút, de nem lehet, így döntött a Volvo, hogy csomagok vannak, és egyébként valószínűleg mindenki a legnagyobb felszereltséget fogja választani, panorámatetővel, mindenféle fényekkel. Amit még nem tudtam kipróbálni, és ez is a felszereltséghez tartozik, ez az autopilot funkció, ugye level 2 van ebben az autóban is, nagyon jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy a sávtartó része nagyon jó, bármikor ki tudom mozgatni, ahogy megszoktuk már akár a német autóknál is, tehát hogyha most vezeti magát az autó, elengedhetem a kormányt, szépen tesz a dolgát, de hogyha most ki akarok kerülni valamit, akkor ezt így simán meg tudom tenni. Ezt ugye a Teslánál ott olyankor ki kell kapcsolni, vissza kell kapcsolni. Van az Ultra felszereltségben sávváltó automatika, sávváltás segítség, szerintem ennek semmi értelme nincsen. Tehát megcsinálja az autó, de hogy sokáig tart, ugyanúgy, mint bármelyik másikban, nagyon óvatosan csinálja, sokkal egyszerűbb magunknak megcsinálni, úgyhogy emiatt biztos, hogy nem kéne nagyobb felszereltséget, viszont maga az autopilot része az teljesen jól teszi a dolgát. Próbáltam egyébként országúton is, tűrhetően működött, ott nyilván a Pomázon, ahol nincsenek felfestések, se ott azért volt, hogy eldobálta a sávokat, de nem nagyon tudok rá rosszat mondani, tényleg egyszerűen csak jól teszi a dolgát. Nagyon kényelmesek az ülések. Az ülésállító gomb az egyetlen egy gomb, és lehet minden irányba forgatni, és a közepét benyomjuk, akkor meg a deréktámaszt állítja. Szerintem zseniális. Tehát ez a megoldás a Volvónak, hogy egyetlen egy gombra tették az ülést. Lehet vele spórolni, mert nem kell olyan sok gomb, és tökéletesen működik. Tehát hogy tudom előre hátra húzni, hogyha így megtekerem a gombot, akkor tudom a háttámlát dönteni, billenteni, és középen megnyom, akkor meg a deréktámasztot állítani. Imádom ezeket a megoldásokat az autóban, amit tovább sem imádok, hogy nincsen műszerfal, nincsen head-up display sem, és hogyha sokáig nézem a kijelzőt, mondjuk a navigáció miatt, akkor folyamatosan elkezd cseszegetni a driver alert, hogy figyeljem az utat, de hát oké, de hogy ide tettétek a displayt a kilométer órára mindennel a navigációval, muszáj ide nézzek, és egy idő után elkezd csipogni, most azért nem halljátok, mert kikapcsoltam a rákba, hogy ne csipogjon, mert tünk-dünk-tünk-dünk, folyamatosan így cseszeget az ember, kiírja, hogy kávészünetet tartsak, meg ilyesmit, figyeljek az útra.
A sebességtartás is az EU-ban, ez a kötelező cucc, az is csipog a szájba. Most azért nem csipog, mert a megengedett sebességekkel megyek, de hogyha egyel átlépem, akkor már pam-pam-pam, az előbb azért pampogott, mert hogy 131-re felgyorsult a tempomat a lejtőn, és már így pam-pam-pam-pam-pam-pam. Ki lehet kapcsolni egyébként viszonylag egyszerűen, rá lehet programozni egyetlen egy gombnyomásra a kormányon, és akkor megszűnik ez az egész, de akkor meg ugye nem látjuk a sebességhatárokat. Köszönjük EU ezt a szabályozást is. Ami még hiányzik nekem a kormány mögötti kijelzőt leszámítva, az a bekattanó index. Úgy működik, hogyha indexelek és lenyomom, akkor így kirakja az indexet, de nem kattan be a kar, és egy csomószor az van, hogy nem tudom, hogy most akkor így várom azt, hogy bekattanjon, és akkor visszahúzom, akkor félek, hogy újra el fog indulni más irányba. Nem tudom, ez egy kicsit ilyen fura nekem, hogy így megnyom az indexet, és így tök más. Valamiért ezt máshogy csinálták meg. Megszokás kérdése, még mindig jobb, hogy ezzel legalább van indexkart, mert a Teslákon meg már ugye egyre inkább nincsen. Attilának még van az ő Teslája, a Model Y az még olyan, amin van rendes indexkar, majd a következő Model Y-nyán nem lesz. A szoftveres része baromira tetszik, annyira szépen megcsinálta a Volvo, jók a grafikák, áttekinthető, iszonyatosan gyors rendszer, ez teljesen pariban van a Teslával, ugye Google alapú térkép van, megtalálja a töltőket, a töltőt beprogramozva felfűti az akkumulátort, tökéletesen működik. Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a Volvo EX30-nak az op-rendszere a Tesla után a második legjobb, és nagyon-nagyon közel áll hozzá. Nyilván a Tesla tud egy csomó ilyen állatságot, fingopárna, meg lehet rajta játszani, meg Netflixezni, bár YouTube az ezen is van például, tehát YouTube-ozni tudunk, töltés közben például. Tehát, hogy a Teslának a szoftvere még jobb, mint ennek, de ez nagyon-nagyon-nagyon közel van hozzá. Baromira bejön, nagyon tetszik, tényleg fantasztikusan megcsinálta a Volvo. Itt nyilván azért az alapok azok jók voltak, a Megánban is egyébként hasonló, de itt a grafikai megoldások azok nagyon-nagyon szexin sikerültek a Volvónak. Az egészen biztos, hogy ahogy elmondtam már az előző Volvo EX30-as videómban, ez az autó ez nem hosszú távú utazásra való, ez egyébként most 24-3-ra lecsökkent a fogyasztás, de azért azt tegyük hozzá, hogy most 18 fokban megyünk, 19 fok, február 6-án 19 fok, ja nincsen klímaváltozás tényleg, igazából mínusz 10-nek kell lennie ilyenkor, szóval teljesen optimális körülmények között megyünk. Hogyha kijön belőle ez a 300 km, akkor igazából én megemelem a kalapomat. Az biztos, hogy az Attila az kevesebb fogyasztással megy, szerintem a Model Y áramvonalasabb, meg hatékony, meg Tesla, meg minden, tudjuk. Szerintem egy olyan 21-23 közötti fogyasztással mászkál. Minden esetre olyan 55%-nál megfordulunk, és akkor irány vissza a Supercharger töltők foltra, és akkor meg fogjuk tudni kapni a valós hatótávot. Most már egyre kíváncsi vagyok, mert sokkal jobb, mint vártam. Tehát tényleg én azt hittem, hogy 30 kWh-t fog fogyasztani, mert hogy Csobán Károly is ilyen 20-szal mentem el foltra. Mondjuk ott ment az aksi fűtés. Na ezért jobbak az ilyen itthoni tesztek, sokkal jobban szeretem, mert van idő, nem csak egy-két óránk van az autóval, hanem napokat tudom tesztelgetni, úgyhogy sokkal többet megtudunk róla, nem csak azt, hogy nagyjából jó. Szemre a teszlás. Ácén, mint az állatok. Az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy beégtünk, mint az állat, mert hogy kicsit később fordultunk, mert eltelefonálgattok az időt, és 50% alatt fordultunk, de ez a kisebbik baj lett volna, legfeljebb kicsit lassabban jöttünk volna, de hogy brutál szembeszél volt visszafelé, odafele meg brutál hátszél. Igen. Ezek szerint, amit így nem nagyon láttunk, hiszen nincsenek levelek a fákon, most így beigazolódott, hogy mennyire ciki tud lenni, amikor egy kis szél miatt meg kell állnunk töltenünk, nem tudom, hol vagyunk, valahol, hogy így hol. Nem. Vegyetek elektromos autót. Ja, tök gáz. Így 60-ig jutottunk visszafelé, mert nem adta volna ki, és ami a legdurvább, hogy odafelé én azt néztem, milyen jól fogyaszt a Volvo, 23 kWh volt, meg ilyeneket írt ki, aztán visszafelé meg már csak 110-re jöttünk, mert hogy a Tesla is azt írtak, hogy nem ér vissza, a Volvo ez főleg nem, nekem maradt 6%-om, neked meg 12. Így van.
Tehát nyert a Tesla, ahogy azt megjósoltam, még jó, hogy nem fogadtam, bár most egy hotdogra már jó voltál nálam. Meg kóla, ilyet se ígyatok, becukros, eső. Igen. Eső. Szóval úgy néz ki a megtehető hatótáv, hogy a Volvo-val 18 fokban 262 km megtehető, a Teslával meg mondjuk 290, ugye nem tudjuk pontosan, hogy most mennyi lett volna. És gondoljatok bele, hogy 19-20 fok van. Hát ez február, nem nagyon normális idő. Mi lett volna, hogyha mondjuk mínuszba jövünk esetlegesen? Hát akkor 200 kilométert tudtam volna megtenni. Igen. Egyébként nagyon fura, nem tudom, hogy miért fogyaszt ilyen sokat. Nem jövök rá. Tehát hogy a Teslával most mennyi volt 19 kWh, nekem meg 24. És az egy nagyobb autó, basszus, sokkal nagyobb autó. De nem az, hogy nehéz a Volvo? Nem, könnyebb, mint a Tesla. 50 kilóval könnyebb, mint a Tesla, kisebb is annál, kevesebb levegőtől. Valamit tud a Tesla, tényleg, és egyébként ez, hogyha a Model 3 Highland-be jövünk, az meg 17-et evett volna, 16-17-et. Akkor aztán végképp meggyalázlak. Igen. És ugye ezzel az a baj, hogy ez az autó, ez pontosan ugyanannyiba kerül, mint az a Tesla. Pontosan. Tehát, hogy a Teslába is beleteszed azt a pár extrát, amit lehet, azt a egy szint, meg a fehér belsőt, meg a autópályátot, vagy felnyit módosítás, akkor 20 millió 800 ezer forint, és ez az autó is 20,5 millió forint. Én mondjuk ebből megvenném a kisebb felszereltségű 18-ért, aztán jó napot kívánok. De egyébként meg egy baromi jó autó. Igen. Csak hosszú távra nem. Egy jó kisvárosi autó, gyönyörű belül. Igen, csak nem értem, hogy ekkora akkúval simán kellett volna tudni a 300 kilométert, és nem tudja. Lehet, hogy majd a következő szoftver frissítéssel optimalizálják. Ebben az autóban nincsen chill mód, és ez szerintem elég sokat számít, hogy ugye, hogyha gázt adok neki, akkor többet vesz ki az aksiból, mint amennyit kellene. Hogy gyorsul? 5,3 alatt van 100-on. Na hát 6,1 a Tesla. Ha lenyomnál, akkor gyorsulásba. Hatótávban nem, de gyorsulásba lenyomnám a standard range Teslát. Figyelj, ez egyébként csak az bizonyítja, hogy a Model Y elképesztően jól van megcsinálva. Tehát, hogy most nyilván a 19-es fogyasztás az kicsit fura, mert az Attilának 252 kilométert írt, hogy annyit tettünk meg, nekem meg 245 kilométer. Tehát a Tesla azt mondja, hogy több kilométert jöttünk, és úgy persze, hogy kevesebb a fogyasztás, de akkor is mit tudja, lenne 21, persze, mondjuk, hogy persze, 20. Tehát, hogy persze. Az van, hogy ilyen még nem volt, de fel kellett adjuk a versenyt. Igazából nekem mindenképpen, neked meg lehet, hogy a Tesla töltő előtt 200 méter, úgyhogy most adok neked plug-it, MOL plug-i töltést. Most egyébként így végig van az autópályán töltőkkel, tehát hogy nem olyan nagy probléma ez, csak így nem értünk vissza. Szóval sokan megkérdezik, hogy mi az elektromos autózásnak a buktatója. Ez. Igen, ez. 7 éve elektromos autózom, ilyen, az életemben nem fordult hát, el. Ciki volt jönni 100-110-zel, mert úgy éreztem, hogy mindenki minket néz. Igen. És sose szoktam ilyen lassan jönni. Odafelé 130-zel mentünk, visszafelé 110-zel, 115-tel csordogáltunk, és így előztek meg az autót, és néztük, hogy úristen, ez nagyon ciki. És akkor abban maradtunk, hogy nem kockáztatunk, mert lehet, hogy vissza tudtunk volna csorogni, mind a ketten, ki tudja, de hogy nem csinálunk ilyet, hanem inkább megálltunk. Gondolj bele, a félvilág rajtunk röhögött volna. Így is. Na jól van, figyeljetek, ez volt a Volvo Long Range hátsó kerekes teszt. Pontosan annyit tudott, mint amit megjósoltam külföldön. Ilyen 25-öt jósoltam autópályás fogyasztásra, pontosan ennyi. Ugyanezt tudja egyébként az ID4-től kezdve az összes ilyen crossover Kona is. Hát a Kona az talán messzebb jutna. Azt érdekes lenne egy Konát elhozni. Egyébként ez az összehasonlítás egy Konával lett volna optimális. Igen, de most egyszerű volt téged felhívni. Tudom, egyértelmű. Konás ismerősöm így hirtelen, tehát hogy ezért csináltam. Írjátok meg, hogy mit gondoltok, mi a véleményetek, hogy tetszik sárgában az autó, mert Attilának egyébként nagyon bejön, hozzá is öltözött igen, sárgában. A következő epizód azt hiszem a Renault 5 lesz, megyek Párizsba, és megnézzük, milyen a Renault 5-ös, ami szerintem elég ütős tuc lesz. És akkor a következő epizódig sziasztok, nagyon köszi Attilának, hogy eljött és csinált egy ilyen referencia mérést nekem a Model Y-nal, mert legalább így látjuk a különbségeket. Nagyon köszi a Tiszta Energiáknak, Rekozértének, Superszokónak, Smartdisconnak, Skyfall autóforjázásnak és a QNC Viszisztoknak, nektek pedig, hogyha megnyomjátok a like gombot. Sziasztok, ez volt a Volvo X30 hátsó kerekes long range teszt. Egészségedre. Mindenkinek egészség. Biszkis. Nem, nyilván. Nem mondjad, mert elhiszik. Higgyétek el, hogy hiszki van benne, higgyétek el. Na gyere, töltsed, mert már 40%-on. Menjünk töltik ezt. Simán hozzá érek.